Katzenberger Mária, Scheider Andal édesanyja látható azon a képen, amin még a Mőzsélyek Hőn szeretett keresztje eredeti állapotában állt. A fotó a sváb kiűzetés után készült. A község szélén álló építményt az elődök a falu védelmében, a betegségek elkerülése érdekében adományozták a Mőzsélyeknek. Aki elment ezelőtt, levette a kalapját és keresztet vetett. Ám azt az 50-es években ledöntötték, összetörték és beszántották a Mőzsi gazdaságba. Egészen 2020 végéig itt hevert a szántóföldön, amikor a helyiek megtalálták a szántás után. Tudtuk, hogy ez a kereszt valahol itt van, és akkor, amikor a KFT gépe megtalálta az elejét, akkor tovább kerestek. És hát örülünk neki azt, amit adott esetben a rossz akarat vagy a gondatlanság összetört, az újra helyre lehetett rakni. A kereszt helyreállításáért összefogott a területet használó cég vezetője a helyiekkel. 10-15-en rögtön a kezdeményezés mögé álltak. Miután egy kicsit körbe érdeklődtünk, hogy ki lenne hajlandó még ehhez hozzájárulni, olyan lelkesedéssel álltak mögé a munkatársaim és a nem munkatársaim is, hogy én azt gondolom, hogy néhány nap leforgása alatt összejött az az összeg, amivel ez a kereszt újra lett fölállítva. Az atya és a fiú és a Szentlélek. Az adományozók és a helyiek részt vettek a kereszt megáldásán is, ahol Ravasz Csaba, helyi plébános beszélt a keresztények általánosan elterjedt jelképéről, a kereszt hétköznapi megjelenési formáiról. Valóban a kereszt az Isten szeretetének a jele. Nem csak azt jelenti, hogy meghalt ott az élet, hanem hogy szeretetből halt meg. És a függőleges száraz pedig, hát jelentheti azt, hogy valami, ami a földből gyökeredzik, mégis az ég felé mutat. A kereszt tehát több mint 40 év után ismét visszakerült az eredeti helyére.